Nagy érdeklődés mellett leplezték le és szentelték fel a palánkai németek emlékére emelt emléktáblát. Valamennyiüket szép emlékek kötik a bácskai városhoz. Flok Ferenc családjával 1944-ben a Dunán hajóval menekült Németországba. 17 éve minden évben visszajár a településre, és kitartóan dolgozott azon, hogy emléktáblát emeljenek a német lakosok emlékére. Végre sikerült ez a tervünk, és hogy az itteni fiatalok főleg emlékezzenek rá, hogy laktak itt német nyelvű polgárok, akik szintén segítették ezt a szép várost felépíteni. Palánkán manapság mintegy 50 személy vallja magát német nemzetiségűnek. Ők a Dunamenti Svábok Egyesületébe tömörülnek. Rudolf Uhlarik, az egyesület helyi elnöke szerint az emléktábla állítása nem a rossz időkre, hanem a békességben való együttélésre emlékeztet. Koliko ja pamtim, nijem bilo nikakvih međunacionalnih problema nikada, ali ovo je i jedno priznanje tim dobrim međunacionalnim odnosima. I to tako i doživljavam. A történelmet elfelejteni nem lehet, de a tettekkel arra törekszünk, hogy ne ismétlődjönek meg a 75 évvel ezelőtti történések. I zato i tekst na ovom spomeniku nije neki politički tekst, nego to je tekst da svako ko se bavi sa historijom kako je bilo i šta je bilo, da razume šta na ovom na pločama piše. Az emléktábla állítása és avatása emlékeztet arra, hogy Palánka beállt azoknak a községeknek a sorába, akik szembe mertek nézni a 20. század véres történéseivel. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke beszédében kifejtette, hogy a múltat emberhez méltó módon kell lezárni. Ha valaki tudja, hogy ehhez mekkora bátorság és mekkora kitartás kell, akkor mi magyarok tudjuk, mert azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak az élenjárói a 90-es évektől, minimum a 90-es évek elejétől errefelé mi vajdasági magyarok voltunk, de nem lehetünk olyanok, hogy csak a saját múltunk a fontos, a csak a saját múltunknak a helyretétele a fontos. Ezért azt gondolom, hogy ez a mai nap ez nem elsősorban szerb-német relációs történet, hanem civilizációs történet. Az emléktábla avatáson jelen volt Mihály Platz, a német nemzeti tanács elnöke is.